többen gyakorra adtak, hogy férjül vegyen el. Ám de nékem többet ér, hogy szabad legyen. Rendőr kell, hogy oltárhoz elcipeljenek. De szégyen nélkül állítom, sok színnel álmodom. Imádom őt, de tényleg nagyon-nagyon szeretem. Nagyon jó ember, nagyon jó partner, rettenetesen nagy ripacs, és majd az este folyamán is fogjátok majd hallani a színpadról. Mivel én is egy nagy ripacs vagyok, azért nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Nagyon szeretem. A főiskola óta ismerem, mert együtt felvételiztünk még a színművészetire, és ott ismertem meg a Karcsit. És akkor egy kicsit egymásba is szerettünk, csak nem jöttünk össze, mert nem tudtuk, hogy tetszünk egymásnak. De egy utólag kiderült, akkor már később, mert mindkettőnknek van párja, de azért így ábrándozunk néha egymásról. Érted? Megpróbáltam egy emet, és az, hogy illetve a műsorra, figyelj! Hajlány! Szemem meg akad egy szép fiú! Várj! Ez nem a Rudolf, hanem a Peller Károly. Én vagyok Peller Károly. Te Peller Anna vagy. Tehát, te vagy a másodszereposztás tartaléka. Átnézed egyáltalán, hogy mekkora a felelősség és megtiszteltetés ez? Ha bármi bajom lenne, egy pillanat alatt be kell ugranod. Csókosasszonyban egy párt játszotok. Neked a csókosasszony milyen szerepet tölt be az életedben? Nagyon közel áll hozzám. Egy szenvedélyes, vérmes nő szemét alakítok benne. Rica Maca, akit játszom. És próbálom saját magamból is megoldani, de azért ennyire nem vagyok rengeteg az életben, mint amit ott láthattok. Annyit el kell mondanom. Nagyon szeretem, és Karesz ott is remek partner. Mögöttetek van egy közös Pellerest. Erről mit kell tudni azoknak a nézőknek, akik esetleg nem voltak ott, vagy ezt nem látták? Ez körülbelül egy éve volt, nagyjából ebben az időszakban, ugyanígy tavasszal, és a Karesszel elhatároztuk, hogy ha már két Peller egy színházban van, akkor csináljon már egy Pellershow-t. Úgyhogy nagyon szerényen volt egy Pellershow-nk, ahol a kedvenc dalainkból operett, musical részleteket adtunk elő, és nagyon-nagyon felturboztuk az előadást, kitaláltunk koreográfiákat, volt tánckar, és nagyon jól szórakoztunk. Mi is, meg reméljük a nézők is. Meg aki mindig tartalék, ez színre sose lép, az lehet bármi, Julio! Nem ismeri a nép. Na és? Shirley-nek hív? Nem, Shirley ugye más, közbeszólt az év, mert a primadonna lába törten nyert a tartalék, de olyan ritka ez, mint kígyókon a mell! Na! Hogy egy tartalék is színbe lépjen, ahhoz csoda kell! Nos. Jelenleg minket játszol itt a színházban? Jelenleg a Vígözögyben Szilvient alakítom, a Rudolfban Lárist, a Szent Iváni Álmot most próbáljuk, abban majd Helena leszek. A Párizsi Életben Juliettet játszottam, mit hagytam ki, az Abigailben Torma Piroskát, a Szegedi Szabadtérén pedig majd a Marica grófnőben Lizácska leszek a szubrett, most ez egy óriás szubrett verzió lesz, mert nem vagyok kifejezetten ugye szubrett alkat. Te például játszottad Roxyt a Chicagóban, és Nádas Ivere volt a partnered. Te egy legendás páros voltatok ebben az előadásban, egy gondolom, tudni lehet esetleg valami extrát a ti barátságotokról, ha jól tudom, ti nagyon jó barátnők vagytok. Igen, már a főiskola óta mi ott jöttünk össze barátilag, úgymond, tehát nekem nagyon jó barátnőm, a Verocska, mondhatni, ő a legjobb barátnőm. És emlékszem, mikor megkaptuk ezt a két főszerepet a Chicagóban, akkor viccesen mondtuk, mert ugye mind a ketten nagyobb darab csajok vagyunk, hogy a cella tangó az majd cellulitis tangó lesz. De egyébként nagyon jól megoldottuk, rengett a háj, szuper volt. És hát volt nektek egy legendás vizsga előadásotok. Erről mesél nekünk egy kicsit. A démonológia. A démonológia bizony Szemenyei János osztálytársam és barátom, valamint Szőcs Artúr osztálytársam és barátom, ők a két zeneszerző, és Tasnádi István műve volt a démonológia, amelyet ránk írt az osztályra, a különböző figurákra, akik vagyunk, az ott voltunk az osztályban, és nagyon szerettük játszani. A Vidám színpadon játszuk egyébként a mai napig, remélem lesz még belőle előadás, nagyon szeretjük, tehát így együtt maradt az osztály. Akkor itt most megígérjük, hogy elmegyünk, és megnézzük ezt a darabot is, megmutatjuk a nézőknek, de akkor te pedig mutass belőle egy kis részletet, mégpedig a jódlizós részt, amikor a Phantom Krisztina riáját jódlizod. Lehet? Lehet. Várjál csak. Ennyi.
másik szólamot, úgyhogy most egyelőre jó, ne kérte be ebből, hanem muszáj. Leizzadtam közben.